Középpontban a fejlődés, választási fórumot tartott a Fidesz Újkígyóson. 105 új hallgató a padokban, megtartotta tanévnyitóját a Gál Ferenc Főiskola gazdasági kara. Figyelemfelhívó fény a gyerekek biztonságáért, okoszdebrát adtak át Orosházán. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Választási fórumot tartott a Fidesz-KDNP Újkígyóson. Az érdeklődők kérdéseket tehettek fel Szebelédi Zoltán polgármesternek, Süli János miniszternek és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesnek is. Közel 150 vendég fért a Cékis rendezvényházba csütörtök délután. A felszólalók között volt Herceg Tamás országgyűlési képviselő és a jelenlegi polgármester Szebelidi Zoltán is, aki ismét indul a választáson. A polgármester a fórumon bemutatta 8 önkormányzati képviselőjelölt kollégáját. Elmondta, ő és képviselőjelölt társai az aláírásgyűjtéskor a kritikákat, a javaslatokat és az észrevételeket is szívesen fogadták. A legtöbben annak a véleményüknek adtak hangot, ezt támasztja alá az ajánlások magas száma is, hogy településünk az elmúlt években sokat fejlődött, jó úton haladunk, a városvezetésben tapasztalt polgármesterre, képviselőkre van szükség, továbbá örömüket fejezték ki, hogy fiatalok is vannak a képviselőjelöltek között. A választási fórum meghívott vendégei között szerepelt Paks egykori önkormányzati képviselője, Békés Csaba szülötte és egykori újkígyósi lakos, Süli János tárca nélküli miniszter. Többségbe kell lenni, határozott többségbe, mert akkor meg tudja oldani a feladatokat, és az a településnek is jó, ha nem nyüglődés van a testületüléseken, hanem határozott előrehaladás, és azt szolgálja, hogyha polgármester úr mellé mind a 8 csapattagot együtt beviszi Újkígyós, mert így van garanciája annak, hogy megoldódnak azok a dolgok, amit az ászlóra tűztek. Semjén Zsolt beszédében kiemelte, hogy szükség van az Európai Unióra, de nem a bocsánat, hogy itt vagyunk habitussal mennek Brüsszelbe, hanem harcolnak, mint a berber oroszlán. Mint elmondta, elsősorban küzdenek a migrációs támogatások ellen, hogy az európai adófizetők pénzéből ne finanszírozzák az integrációjukat. Másodszorban a Magyar Agráriumot emelte ki. A másik az, hogy amiért most nagyon keményen kell harcolni, hogy ne vegyék el az agrártámogatást. Amiért nekünk érdemes az EU-ba lenni, az egyik érv mellett a magyar agráriumnak a támogatása. Ezt folyamatosan megpróbálják lefaragni. Mi kelet-európaiak, főleg a lengyelekkel, válvetve meg a szlovákokkal harcolunk, hogy a mezőgazdasági támogatások megmaradjanak. A miniszterelnök helyettes kérte a párt szimpatizánsait, hogy ne dőljenek hátra, hallva a közvélemény kutatások pozitív jelzéseit. Ahogy fogalmazott, a választásoknak akkor van vége, amikor lezárták az urnákat. Csütörtökön tartott a tanévnyitó rendezvényét a Gál Ferenc Főiskola gazdasági kara. Először az intézmény vezetői szóltak a hallgatókhoz, majd egy eligazítást tartottak nekik. A himnusz közös eléneklését követően dr. Árpási Zoltán intézetigazgató a főiskola múltját elevenítette fel. Kiemelte, hogy 1986-ban indult a felsőoktatás a városban, a gazdasági képzések kezdete pedig a 90-es évekre tehető. De az elmúlt több mint 30 évben végig az volt a törekvésünk, hogy ez a kínálat bővüljön, egyre jobban a piaci igényekhez kapcsolódjon, és így elindultak a felsőoktatási szakképzések, volt mesterképzés, illetve a továbbiakban is ez a célunk, hogy ez így maradjon, és egyre több szakot tudjunk kínálni a hallgatóinknak. Vince Gábor, az intézmény dékánja úgy fogalmazott, egyértelmű, hogy a Gál Ferenc Főiskola perspektívát kínál a hallgatóknak. Ebben az évben felvettünk 105 új hallgatót a Békés Csabai gazdasági karra. Reméljük, hogy a jövőben több hallgatót fel tudunk venni, új szakokat tudunk indítani, és a Gál Ferenc Főiskola tervei szerint, amelyre komoly lehetőségek vannak, remélhetőleg jövőre már egyetemként fogunk működni. A
A dékán kitért arra is, hogy több mint 2,5 milliárd forintból újul majd meg az intézmény, melynek utolsó terveit a nyáron dolgozták ki. Vince Gábor hangsúlyozta, remélik, hogy a munkálatok már tavasszal elindulhatnak. A közlekedés biztonságot szolgáló okoszzebrát adtak át Orosházán a Rákóczi úton csütörtökön. A statisztikák szerint tavaly Magyarországon 1500 baleset történt zebrán, mert az autósok nem adták meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Az adatok szerint az ilyen okoszzebrák segíthetnek a problémán. Az intelligens zebrát mozgásérzékelővel látták el. Amikor a gyalogosok közlekednek rajta, azt villanó fénnyel jelzi az autósnak. Tehát most, mikor mennek rajta a gyerekek, azonnal villog, és azt már onnan messziről látják. Az okoszebra érzékeli a gyalogos tényleges áthaladási szándékát, és mindkét irányból villogó úttestbe épített fényjelzők segítségével figyelmezteti az autósokat, akik így már távolabbról is észlelik, hogy hamarosan elsőbséget kell adniuk. Mivel nagyon sok tanulónk érkezik például reggel busszal ide a szemközti buszmegállóban, illetve délután ezen a zebrán keresztül hagyják el az iskolát, ezért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy szükség volt rá. Itt nagyon nagy a forgalom is, és a gyerekeknek a biztonsága érdekében szerintem ez egy nagyon okos döntés volt. A Generáli Biztonságért Alapítvány pályázata alapján Orosháza város önkormányzatával közösen alakította ki a biztonsági berendezéssel ellátott gyalogátkelőt. A felmérések alapján megnéztük azt, hogy melyik átkelőhely a legforgalmasabb, és melyiken történik, melyik átkelőhelyen megy a legtöbb gyermek. Nyilván itt az iskola közelsége adta annak okát, hogy ezt a zebra, ezt az átkelőhelyet választottuk ki szakértőkkel arra, hogy ezt a okos zebrát megvalósítsuk itt. Az alapítvány a rendszer kiépítésének 50%-át finanszírozza. A fennmaradó 50%-át jelen esetben Orosháza önkormányzatának kellett biztosítani. Sajnos Magyarországon az elmúlt időszakban egy másfél év távlatában viszont 1500 zebrán történt balesetet regisztráltak, hogyha így lehet mondani, és ebből nagyon sok, közel 300 halálos volt. Az alapítvány is ezzel az a célja, hogy védjük értékeinket, itt az iskolánál meg kifejezetten végül is a gyerekek életét, és ez nagyon-nagyon elősegítheti azt, hiszen messziről érzékelik az autósok ennek a villogó fényét. Szilágyi Sándor hozzátette, ez a jelző fény már távolabbról lassításra ösztönzi a sofőröket. Mint mondta, a debreceni okoszzebráról már vannak adataik. Ott a fényjelzéssel ellátott zebra telepítését követően egy év alatt 45%-ról 75%-ra növekedett az autósok lassítási hajlandósága. Kengurufaroklevés is fogyasztható lesz Békésen. A fogás a második ausztrál jótékonysági esten kerül az asztalokra. A rendezvény nyereségét jótékonyságra fordítják. A szeptember 23-ai eseményt az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete szervezi. Juhász Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, hogy 2011-es megalakulásuk óta rengeteg pozitív visszajelzést kaptak. A nagy távolság miatt szeretnénk valahogy közelhozni azokat az embereket, akik Ausztráliában éltek, valamilyen formában kikerültek kalandvágyból, vagy esetleg az 56-os forradalom után kellett nekik elhagyni az országot. És én úgy gondolom, hogy egy bizonyos idő után, amikor valaki eltölt egy távoli kontinensen egy hosszabb időt, akkor jelentkezik a honvágy. A tavalyi rendezvényen 1 millió forint adomány gyűlt össze, amit a Békés megyei gyermekkórházak kaptak. A rendezvény létszáma korlátozott, hiszen maximálisan 400-an tudnak jelen lenni, azt hiszem tavaly 300-320-an voltak jelen. Nem annyira létszám a fontos ebben, hanem az, hogy kik eljönnek, azok teljes szívvel támogassák az ügyet. A belépő jegyek, tombola és az árverésből származó bevétel nyeressége mellett támogató jegyek bevételeivel is támogatható a Békés megyei központi kórház gyermekosztálya. A kortermeket, a folyosókat, a rendelőket, vizsgálókat szeretnénk olyan mesefigurákkal díszíteni,
hogy ott a gyógyulásra, gyógyításra váró gyermekek otthonosabban érezhessék magukat, ezáltal is megkönnyítve az intézményben való tartózkodás idejét. A második ausztrál jótékonysági est szeptember utolsó szombatján lesz megtartva. Arany János klasszikusa a Toldi most új 21. századi köntös kapott. Az előzetes tervek szerint a műből egy 35 perces rövidfilmet készítettek volna. Végül azonban egy egyórás alkotás született, amelyben szinte csak gyerekszereplők játszanak. A film egy határon átívelő együttműködésnek köszönhetően valósult meg, amelyet az iskolai tantervbe is beilleszthetnek majd. Világi Erzsébet kinéjét megírta, emotikonokkal azt is telesírta. A Toldi rövidfilm első igazi castingját még márciusban rendezték meg, ahol a legfiatalabbakra volt kíváncsi a rendező és a teljes filmestáb. 17/1 jelenet, első próba. Ez pedig már az egyik forgatási helyszín nagy szalonta, és az arról készült verkfilm. És még... gitározott is. Stéber. Farmer, póló, mobiltelefon, és persze a Jászai Mari és Kossuth Díjas színművészeken túl a fiatal szereplők. Mikor elfáradtunk, mikor éreztük, hogy ez már nagyon nehéz, akkor mindig jött egy Revici Gábor a Konz Gábor után, és akkor megint feltöltöttünk. Nem beszélve arról, hogy a gyerek szereplők nevében bátran mondhatom, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés volt nekik. A Toldihoz a rendező 21. századi környezetet, hangulatot és a jelenkort támadta meg. A történelmi jelentőségű helyszínek Gyula, Nagyszalonta, Arany szülőháza viszont szintén komoly szerephez jutnak. Ötvöztük a művet a 21. századdal, tehát lesz a filmben egy szereplő, aki elmondja a adott cselekményhez a klasszikus aranysort. Tehát például a repül a nehéz kő, ki tudja, hol állnak, és kit hogyan talál el. Tehát ezek mind-mind egyfajta betétként ott lesznek a filmben. A klasszikus Toldiban szereplő összes helyszínt és cselekményt végigviszi a műalkotás. A Toldi házat, a bujdosást, a farkas kalandot, a bika jelenetet mind-mind láthatja majd a néző jelenkori köntösben. Ami viszont kimarad a jelenkori Toldiból, az a vér és az erőszak. Hogy az alsó osztályos fiatalok számára is fogyasztható legyen a film, amit tervek szerint a tantervbe is beillesztenének. A bemutató szeptember 20-án lesz Gyulán, az Erkel Ferenc Művelődési Központban. 24. alkalommal rendezik meg a madzagfalvi napokat Békésen, szeptember 6-a és 8-a között. A szervezők családi programokkal, koncertekkel és különböző versenyekkel várják a látogatókat. Többek között Horváth Tamás, a Deák Bill Blues Band és az Acoustic Planet koncertjén is tombolhatnak majd a látogatók a 21. madzagfalvi napokon. A fesztivál igazgatója kiemelte, a 132 programelem között vannak versenyek, csónakázás és kerékpáros felvonulás is. Az újdonság idén az, hogy fákat lehetett örökbe fogadni, és a város több pontján ezeket már a héten elkezdtük elültetni. Az örökbefogadó között vannak olyanok családok, akiknek pici babája született idén, úgyhogy az ő nevében fogadták örökbe ezeket a fákat, és így a két új élet együttes cseperedését szimbolizálja tulajdonképpen ez a felajánlás. Békés polgármestere elmondta, hogy csütörtökön és hétfőn felvezetésként és levezetésként egy-egy futballmérkőzést vetítenek a rendezvénytéren. Tehát a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenki megtalálja a helyét ezen a rendezvénysorozaton. Az évek alatt, 21. ez az alkalom, kialakultak azok a rendezvények, amelyek a legnépszerűbbek, a legtöbb embert vonzanak. Ezek természetesen a nagy koncertek, ide jönnek más településekről is, de nagyon sok embert várunk. Izsó Gábor hozzátette, a madzagfalvi napokon adják át a Kulturális Központ új, felújított épületét is. Második bajnoki mérkőzésére készül a Békés Csabai Előre NKS-e. Horváth Roland együttese a Dunaújvárostól elszenvedett vereséget követően első idegenbeli mérkőzését a fővárosban az MTK ellen játssza szombaton.
A csabai csapat az első fél időben szinte végigvezetett a Dunaui Város elleni bajnoki rajton. A második fél időben pedig sokáig esélye volt arra, hogy kiharcolja a döntetlent. A hajrában végül a vendégek voltak pontosabbak, és két gólos győzelmet arattak a városi sportcsarnokban. Balog Judit, az együttes kapusa szerint voltak olyan szakaszok a mérkőzésen, amikor jól működött a védekezés, és ebből kell erőt meríteni a folytatásra. Igazából hullámzó volt, ahogy a teljesítményünk is hullámzó volt, voltak nagyon jó momentumok. A lányok, ahogy tavalyról fejlődtünk, hogy a hármas védőnk, azok magasabbak is, jobbak is, jobban sáncolunk, és ebből kell építkeznünk. A csabai együttes a második fordulóban rangadóra készül. A következő ellenfél az MTK egy helyezéssel végzett előrébb, és 5 ponttal gyűjtött többet az előző szezonban. A fővárosiak már 2 mérkőzést is lejátszottak ebben az idényben, de az esélyesebbnek tartott Váctól és Ferencvárostól is vereséget szenvedtek. Nagyon jól jönnek, tényleg a szélsőik nagyon gyorsak, és nagyon, ők is egy nagyon fiatal csapat, és küzdenek, hajtanak, szóval mindenféleképpen oda kell tennünk magunkat ezen a meccsen is, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy elhozzuk a 2 pontot. Az MTK Békés Csaba bajnoki mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Népfürdő utcai sportcsarnokban. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!